Akkor én át is adom a szót Tóth Gábornak, a Szlovenszki Békés Csaba vezetőedzőjének, és ahogy elmondtam, volt válogatott feladó játékosnak, hogy tarts meg gyakorlati előadását. Szeretettel üdvözlök mindenkit én is a Békés Csabai Röplabda Akadémián. Pár nagyon fontos dolog előjáróban az irányító játékosokról, nem szeretném hosszúra ereszteni. Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a stratégiai gondolkodás, ez nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni ezt a fajta képzést. A másik nyilván a technikai képzése a játékosoknak, ami szintén nagyon fontos. Olyan problémákra próbálok ma reagálni, amik napi munkákban jelenthetnek akár gondot, vagy olyan dolog, ami a posztból adódóan nagyon fontos. Például a helyes testhelyzet felvétele, amikor a játékos igazodik a labdához. A befutásoknál, főleg ötös helyről befutásoknál a befordulás, és a periférikus látás, ezekre próbálunk, ha nem is feltétlenül a lehető leggyorsabban, de mindenképpen valamiféle megoldást nyújtani. Az előadás első részében a lányok be fognak melegíteni, ez már most elkezdődött. Amint látjátok, egy puhább kismedici labdával, de ez lehet teniszlabda, bármi, és ezt nyugodtan hazavihetik a gyerekek, vagy valami hasonló, amivel dolgozni tudnak. Ez nagyon fontos, hogy az ujjak, tenyerek készen legyenek, és ha már az ujjakról beszélünk, a hüvelykúj, ami véleményem szerint az egyik legfontosabb az érintés stabilitását illetően, viszont én dolgoztam olyan korosztályos, illetve felnőtt válogatott sportolóval, aki szinte abszolút nem használta a hüvelykújját. Ez szürreális volt az egész élmény, legalábbis a bal kezé biztos, hogy nem. És nem tudta megmondani, hogy miért nem, és ez valahogy úgy nem kapcsolt be neki. Na de vissza a kosár érintéshez. Még egy dolgot megemlítenék gyorsan, és ez pedig a kosár érintés és a feladás közötti különbség. Mert van. Tehát, hogy a kosár érintés az egy érintés a röplabda sportágban, míg a feladásnak célja, minősége és nem mellesleg, nem csak karból történik, én meggyőződésem, hogy a feladóknak a legfontosabb testrészük az a lábuk, és hogyha a lábuk rendben van és jól működik, akkor a kezük is jól fog funkcionálni. Úgyhogy el is kezdjük rögtön a bemelegítést, hogyha a lányok végeztek ezzel a kis bemelegítő gyakorlattal, akkor kérlek benneteket, vegyétek fel az 1 kilós medicin labdát. Ez lehet kosárlabda is természetesen. Itt fogunk mozogni lányok az alap és az oldalvonal között, jó? Itt előre mozgással történik majd a futás, labdapattogtatással. Oldalazunk, hátrafutás és oldalazás. Jó, kérek szépen kettő kört ebből. Oldalaz, ez az. Hátra. Szonya, az oldalvonalakon kérlek, páros lábbal szögdejél előre, ott maradunk az oldalazással, jó? Az oldalvonalakon. Kettő kört legyetek szívesek. Terpes zárt szögdeléssel folytatjuk az oldalvonal mentén. Alapvonalon maradunk az oldalazásnál. Thank you.
Szuper. Maradunk, illetve a futás, visszamegyünk az első gyakorlathoz, futunk előre és futunk hátra, ott viszont két ütemenként megfordulunk az oldalazásnál, jó? Tehát kétszer lepattintod a labdát, megfordulsz, kétszer lepattintod a labdát és futsz tovább, jó? Ez az utolsó része ennek. Rendben, köszönöm szépen, a labdákat le lehet tenni. Jó, vegyünk fel röplabdát. Annál a boxnál Sanyi bácsi fog nektek segíteni, a másik boxnál legyetek szívesek ketten fáradjatok ide, az egyik őtök üljön le a boxra, jó? Egy labda elég lesz páronként. Detti, kérlek, fordulja a nézők felé, jó? Úgy próbálj elhelyezkedni, így. Jobb lábad legyen elől, nagyon jó. Jó, az lesz a feladat. Sanyi bácsi, légy szíves, adod a labdát a Szonyának. Jó, saját feldobásból kontrollérintés, és utána passz a társnak, jó? Kérnék szépen 6 darabot, és utána cseréljünk. Kontrollérintés és passz. Jó, ez még mindig a bemelegítés része természetesen, itt még mindig csak szimplán a kosárérintésről beszélünk. És azért is mondtam a lányoknak, hogy a jobb lábuk legyen elő, hiszen amikor felvesszük a kiinduló helyzetet a hálónál, ott általában ez elég nagy előny, ha jobb lábunk van elő. Természetesen itt ideális helyzetről beszélünk, jó fogadásról, bepasszról. Jó, cseréljetek. Sanyi, te ne ülj le, hogyha megkéretlek, hanem folytassátok a gyakorlatot Szonyával, jó? Köszönöm. Jó, a következő cserélnél feladatot is cserélünk. Ott a feldobással egy időben feláll a játékos, jó? Kontrollérintés nélkül passzolunk. Rendben van? Tehát feldobod a labdát, felállsz és passz. Itt fontos az, hogy magasra dobjuk a labdát, hiszen fel kell állnunk, és itt már modellezzük ugye a lábmunkát is. 6 darab elég lesz és cserélhettek. Még egy sorozatot, Sanyikám, mert... Jó, a következő részben hárman fogtok dolgozni együtt, jó? Onnan indul a labda, ahol ketten vannak. Jó, próbáljunk meg nem neki ütközni a boxnak, jó? Tehát ezen a sávon fogunk mozogni. Panna, mennyire látod a légy szíves? Innen indítjuk a labdát. Jó. Kontrollérintés, Betty, legyél elő. Kontrollérintés, passz a Szonyának. Jössz, megérinted a bóját. Ez már a fedezésnek az előkészítése, de még mindig a kosárérintéssel foglalkozunk, és szépen átfutsz a túloldalra, rendben? Gyere, jöhetsz egy kicsit hátrébb, úgy. És induljunk. Érinted a bóját, és mész a túloldalra. Bravo. Ez az, forduljunk a háló felé, lányok, mikor hiszen várjuk a blokkról visszajövő labdát, rendben?
Jó, próbáljuk meg kontrollérintés nélkül. Jó, egy picivel gyorsabban kell majd futni. Jó. Lehet magas az érintés, és kommunikáció egy picit a társal, hiszen látod, hogy jön. Ez az. Nagyon jó. Ez az, végre. Valaki megszólalt, nagyon jó. Jó, köszönöm. Lehet még természetesen rengeteg ilyen statikus gyakorlat van, lehet féltérdelésből, falnál, párosával, ezt unásig lehet a gyerekekkel, és nagyon színesen, mellesleg, nagyon kevés eszközből lehet nagyon kreatívan dolgozni. Viszont rátérünk az előre feladásra, illetve a helyes testhelyzet felvételére. Sanyi, most megkérlek, légy szíves, hogy segíts a lányoknak, jó? Illetve nekem. 3 darab. Jó, és a teniszlabdák fognak kelleni, ott már elő van készítve 3 darab, igen. Jó. Detti, légy szíves, állj be középre. Megmondom őszintén, hogy nekem az a véleményem, hogy a labdát bepasszolni középre kell. Nyilván ettől el lehet térni bizonyos taktikai vagy stratégiai okok miatt, de alapvetően ez az alap, hogy a labdát középre kérjük bejátszani. Jó? Sanyi, kérlek, állj ide középre. Gyertek, lányok, egymás után ide, jó? A Detti lesz az első, és akkor szépen jöttök utána. Tehát ez az alap kiinduló helyzete a feladó játékosnak, mikor várja a labdát a mezőnyből, fogadásból, bepassz, bármi. Ez az alapfelállás. Innen fogjuk nyitni a további mozdulatot, és ez is nagyon fontos, a kéztartás. Többféle elmélet létezik erre, van főleg lengyel, talán orosz iskolákban van ez, amikor a jobb kezüket felemelik a játékosok. Véleményem szerint minden jó. Tehát ami hatékony, és a játékos hisz benne, mert az a legfontosabb, az jó, az működik. Én azt gondolom, hogy egyszer induljon el a két kéz. Jó? És annyi, kérlek, dobd a labdát, és Betty próbálja elkapni. Nagyon fontos a labda helyzete a homlokhoz viszonyítva, hiszen a legjobb labdát, vagy legjobb labdákat innen tudják a játékosok adni. Amikor már elől történik az érintés, onnan már hátrafeladás nincs. Vagyis hát van, de az a minőségben nem biztos, hogy a legjobb. Tehát arra kell törekedni, hogy addig dolgozik a játékos lábbal, amíg a labda nincs a homlokán. Ez egy nagyon egyszerű szabály, véleményem szerint, és nagyon hatékony. Jó, itt is látszik, hogy a játékosok jobb lába elől van. Ez nagyon fontos véleményem szerint. És ott tudunk korrigálni, jobb lábbal tudunk mozogni. Szép volt, Detti. Néha lebettizlek, ha nem haragszol. De ez az én hibám. Nagyon jó, lányok. Szép. A Sanyi bácsinak is van mit. Igen. Jó, még 2-2 fejenként, és akkor váltunk feladatot. Nyisd szét az ujjaidat, Panna. Nyisd szét az ujjaidat, nem lehet ilyen szűken. Jó, nyisd szét az ujjakat. Szép volt, Detti. Ez az, Szonya, ez az. Jó, Detti, majd kérlek, veled fogunk kezdeni, jó? Majd innen vegyetek labdát mindig, úgyhogy meg is kérlek, hogy vegyél labdát. A bólyákat le lehet tenni, illetve a teniszlabdát is. Jó, köszönöm. Tehát maradunk a kiinduló helyzetnél, most már labdával fogjuk csinálni a feladatot, nagyon egyszerű lesz. Még mielőtt viszont elkezdenénk, azért a helyes mozdulatsort vegyük végig. Jó, fordulj, kérlek, jobb lábad legyen elől. Jó, legyen a labda a homlokon, mint hogy feladnál 4-es helyre. Jó, köszönöm, így maradj, légy szíves. Ugye a beérkező labdánál nagyon fontos az első pillanatban, hogy a súlypont a hátsó lábon van. Tehát hátsó lábon van a... Igen, de most ez nem könnyű. Tehát hátsó lábon van a súlypont, és onnan történik az előre mozgás. Hátsó lábon a súlypont, és onnan az előre mozgás. Jó? Tehát ez az alap. Tartom neked, és mutasd. Jó, ez fantasztikus. Tehát hátsó lábon van a súlypont, de Detti már nagyon jól megmutatta egyébként térdenyhén rogyasztva.
beérkezik a passz, és onnan történik az előre mozgás. Jó? Ezt lehet, nagyon jól csinálod, Detti. Próbáld meg tehát passz nélkül, csak magát a mozdulatot. Jó? Vezest ki, fogd meg a labdát. Nagyon jó, nagyon jó. Ebből csináljunk 4-5 fejenként, és akkor utána indul a móka, jó? Folyamatosan, folyamatosan, mehet. Csak az érzés kedvéért, jó? Ez az. Lányok, nem baj, hogy ti is csináljátok, mert majd fog kelleni. Jó? Ez az. Majd a hátrafeladás egy külön téma lesz egyébként, nem sokára, de egyelőre foglalkozunk az előre feladással. Jó? Következő lesz a feladat. Egyikőtök legyen szíves, álljon fel oda arra a boxra, jó? Majd mindig vissza kell pattintani a labdát attól, akitől kaptad, jó? Tehát visszatérünk a kiinduló helyzetre. Detti, kérlek, dob fel a labdát, majd egy kontroll érintés, és utána passzolod 4-es helyre a Szonyának. Szonya vissza, passzolja, te mész fel a boxra, és Szonya szépen jön le, jó? Kontroll érintés és a passz. Jó, és mehetünk is. Gyerünk, mehet. Jó, kérek szépen 4-et fejenként. Jó, figyeljetek a súlypontra, hátra történik, az nagyon szép foci. Feldobás, kontroll, ez az. Nagyon jó. Nagyon fontos, hogy Szonya, tehát ez nagyon fontos. Ugye itt várod a labdát, feldobod a labdát, megfordulsz, a kontroll érintés, és utána a passz. Jó? Tehát ez a három eleme van ennek az egyéni gyakorlatnak. Ez az. Nagyon jó. Itt folyamatosan tudjuk javítani a játékosokat, akár a kéztartást. Nagyon fontos nyilván, hogy egyszerre érintse a labdát a két kéz. És még egyszer mondom, hogy stabilitást a hüvelykúj adhat, sebességet meg a mutatóúj. Tehát ez az alaptétel, véleményem szerint. Nyilván magas labda feladásnál már más a helyzet, egy bizonyos pont után már más a helyzet, hiszen 7-8 méterről már teljesen mindegy, hogy milyen technikáról beszélünk, a labdának ott kell lennie, támadható labdát kell feladni, ez a legfontosabb cél. Jó, Detti, váltunk feladatot. Jó, a kontroll érintés kimarad, csak a feldobás, a fordulás és a passz. Jó? Tehát kontroll érintés nélkül folytatjuk tovább. És már mehet is a csere. Jó, ugyanúgy 4-et kérek szépen. Nagyon jó. Jó, a feldobás egészen nyugodtan lehet magasabb, hogy kényelmesen meg tud csinálni a mozdulatot, hiszen nagyon fontos, hogy technikailag jól legyen kivitelezve a mozdulat. Ez szép volt, Szonya, ez az. Ez az, Detti, szép volt. Jó, majd lassan megkérjük Sanyi bácsit, hogy jöjjön ide egy kosárral, és akkor a következő fázis már, mikor az edző dolgoztat, és Sanyi bácsit megkérjük, hogy dobja a labdát. Jó, Sanyi bácsi dobja a labdát, kontrollérintés és feladás 4-es, rendben? Ez az első rész. Kontrollérintés és feladás, nagyon jó. Mehet is a csere. Nyilván azért fontos, hogy legyen egy kontrollérintésünk, hogy a játékos minél jobban tudjon igazodni a labdához, minél korrektebb módon tudja a technikai kivitelezést megtenni. Ezt nyilván az edzés során, illetve ahogy épül fel a gyakorlat, ezt kivesszük belőle, vagy helyettesítjük. Rengeteg megoldás van. Én biztatok mindenkit arra, hogy legyen nagyon kreatív. A világ nyitva van, az internet itt van, lehet látni, minden van. Tulajdonképpen csak rajtunk múlik, hogy milyen minőséget produkálunk, senki máson nem fog ez soha. Csak rajtunk és a játékosokon. Jó? Nem kell kontrollérintés, hanem egy folyamatos feladást kérek szépen előre. Nagyon jó. 4-et, és akkor utána rátérünk a hátrafeladásra, ami egy nagyon érdekes és nem könnyű műfaj.
Ma még egy kört, lányok, és akkor utána haladunk tovább. Jó lesz, Detti. Te fogod kezdeni a sort. Gyere. De még nem fogunk hátra feladni, csak előbb előkészítjük a dolgot. Jó, hogy nem kell felállni a boxra. A kiinduló helyzetünk hasonló, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni. Testtel a csapattársak felé, a csapat felé fordul a játékos. Na most, ugye az alaphelyzet ugyanaz. Tehát befordulunk a háló felé jobb lábunk elől. Jó? Detti, légy szíves, emeld föl a kezeket. Nagyon jó. Tehát a súlypont eloszlás ugyanígy történik, jobb láb elől. Jó, picit rogyaszt a térd. Hátra a súlypont, ne dőljél. Lábbal hátra a súlypont, előre, és itt történik a váltás. Mert az olyan furcsán néz ki. És ott történik a váltás, bekapcsol a csípő és az alsó háti szakasz. És onnantól lesz már maga ez a mozdulat, ami nagyon fontos, de légy szíves, ezt egyébként nagyon szépen csináltátok, főleg Szonya, te, ez tényleg nagyon szép volt. Nem mozdul a fej, nem mozdul a hát, nincsenek eltúlzott mozdulatok benne, ez szimplán egy csípő és egy alsó háti szakasz bekapcsolásával történő mozdulat, tulajdonképpen ennyi. Még ami nagyon fontos, és ez majd a labdák minőségére lesz hatással, hogy a lapockákat tudjuk-e zárni rendesen, vagy éppen eléggé mobilisak-e a lapockák, amivel meg tudjuk előzni azt, hogy a labda idő előtt leessen. Ehhez az az előfeltétel, hogy a megfelelő pozíciót fel kell venni a feladáshoz, ami azt jelenti, hogy a labdának minden esetben a homlok felett kell lennie. Ez a szög, ez mindig, ha már itt van, az nem jó, ha mögöttünk van, az nem jó. Ezt nagyon nehéz megtalálni, ezt a fajta ritmus, de ha ez megvan, onnantól könnyű a dolgunk. Na, Sanyi bácsi, adjál labdát minden játékosnak, légy szíves. Jó, nagyon egyszerű lesz a bevezető gyakorlata ennek, lányok. Szóval egyénileg fogunk dolgozni, úgyhogy gyertek csak ide közelebb, hogy lássanak titeket. Jó, tehát egy érintés fej fölé. Jó, majd pedig ezt a mozdulatot megcsináljátok, hátra a súlypont, majd a csípő és az alsó háti szakasz csukló, lepattan a labda, elkapjátok és újra, jó? Tehát egy érintés fej fölé, egy érintés hátra, nem kell, hogy elmenjen a labda nagyon messzire, csak a mozdulatra fókuszálunk, rendben? Kérek, egy hatot. Ez az. Szép volt, Szonya, nagyon szép. Ez pont ez a lényeg. Ne legyen eltúlzott a mozdulat, ne mozduljon a fej. Ugye a mai technikai háttérrel nagyon könnyű elemezni feladójátékost, labdapozícióból történő választást, és nagyon fontos, hogy a lehető legkisebb, hibát kövesse el az irányító játékos abban a tekintetben, hogy ugyanazt a pószt kell felvennie, ugyanazt a testhelyzetet kell felvenni, és abból kell mindent feladni, mindent. Tehát egyes helyre gyors labdát, kettesbe, magas labdát, stb. Tehát ez az alaptétel. Rendben, nagyon jó. Hármas gyakorlattal fogjuk folytatni. Jó, maradjunk itt a hármas vonalon. Egy labda fog kelleni nekünk. Jó? Csúcs. De Sanyi bácsi is ott van, szívesen elkapta volna. Egy játékos álljon középre, Szonya kezdte, jó? Ide középre. Szuper, Detti. Jó. Passz középre, hátra feladás, feladás előre. Próbáljuk meg ez a Detti, az nagyon fontos, ez az. Jó, itt Szonya, aki igazából dolgozik. Még egy feladást kérek, Szonya, és forgás. Mehet. Jó, a lányok egyébként nagyon ügyesen csinálják, tehát azért látszik, hogy itt napi szinten van képzés az irányítóknak is. Attilának ez egy nagyon, nagyon nagy előnye, hogy, és nem is egy válogatott, mert nem is két válogatott sportolót nevelt ki,
úgyhogy itt azért lehet látni, hogy a technikai képzés egész magas szinten van, de persze az egyéni képességek szintén nagyban meghatározzák, tehát azt látjuk már a nem csak a röplabdában, de a sportban is, hogyha az egyéni képességek nincsenek meg, akkor akármennyi munkát belefektethetünk, viszont ez fordítva is igaz. Bármilyen egyéni képességek lehetnek, hogyha nincs mögötte komoly munka és tartalom, akkor igazából a játékos nem fog tudni elérni oda arra a szintre, amire igazán szükség van. Lehet álmacsere lányok, nyugodtan. Úgy szuper. Jó, ezután a kis blokk után rá fogunk térni egy másik nagyon, véleményem szerint egy másik nagyon fontos dologra, az pedig, hogy hogyan fordul a játékos a labda alá, ebben hogyan tudunk neki segíteni. Ez főleg, amikor az ötös helyről fut be, és nehezebb helyzetben van, arra próbálok választani. Illetve ez egy alapvető probléma, hiszen itt megint odajukadunk ki, hogy hogyan tudják a helyes pozíciót felvenni most. Az a trend, illetve az a leghatékonyabb módszer, köszönöm lányok, megállhatok, hogy próbáljunk mindent abból a testhelyzetből előkészíteni, amikor a csípők és a lábak a cél felé, négyes hely felé fordulnak, és abból próbáljuk nyitni a játékot kettes hely felé. Szuper! Az első... Egy pillanat, puskáznom kell. Ezt most nem izgulom túl, hogyha nem bánjátok. Igen. Maradunk hármasával. Jó. Gyertek ide a Detti mögé. Gyertek ide a Detti mögé nyugodtan. Detti, a következő lesz a feladat. Előre passzolod a labdát. Jó. Hagyod lepattanni. Teljesen befordulsz a labda alá. Jó. Tehát lábak maradnak szembe a játékostársakkal, és visszapasszolod a labdát, jó? Illetve tegyünk bele az elején egy kontroll érintés, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy sikerülni fog a mutatvány, jó? Kérlek. És a többiek jöhetnek utána, te futsz a sor végére. Ez az, nagyon szép. Négyet-négyet fejenként, jó? Ez az, ez az. Ez a nagyon egyszerű feladat gyönyörűen demonstrálja egyébként a problémakört is, illetve nyújt megoldást is arra, amit szeretnénk. Itt megint beszélhetünk arról, hogy melyik lábon kell fordulni, vagy melyiken nem, melyiken előnyösebb, melyiken nem. Jobbkezese a játékos, balkezese a játékos. Tehát itt nekem az az őszinte véleményem, hogy ami kényelmesebb és amiből hatékonyabb az adott játékos, azt kell erőltetni, azt kell támogatni, hiszen a legfontosabb, magas szinten még fontosabb talán az a fajta támogató környezet, amiben a játékos kényelmesen érzi magát, hiszen nehéz helyzetekben is kényelmesen kell érezni a magát, és a lehető legjobb technikai kivitelezést kell végrehajtania. Jó, Detti? Kontrollérintés nélkül kérem. Tehát lepattan, megpróbálsz alá menni, befordulsz a helyes testtartással, és passzolod a labdát. Jó, a lehető leggyorsabban fordulj meg. Ez az. Azért egy 3 métert kockáztassunk meg, jó? Ez de szép volt, bravo, bravo, bravo. Ez az. Na, és akkor itt már lehet is látni egy picit, hogy elcsúszott a dolog. Mert az érintésünk, közben csináljátok lányok, de semmi baj nincs, ha hibáztok, mindenki ezt teszi. Nem maradhat itt a labda. Elég gyorsnak kell lennünk ahhoz, hogy ide pozícionáljuk a labdát, pontosan ebbe a szögbe. Szép volt, Szonya, szép volt, szép volt. Igen, 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 ezt szépen kidobja. De hát ezért vagyunk, hogy segítsünk, meg dolgozzunk a felmerülő gondokon. Nagyon jó. Szuper, szuper, jó, Detti, egy pillanat. Na és most akkor tromfoljuk a dolgot, jó? Akkor próbáljuk pattanás nélkül.
az első érintés legyen magasabb, jó? Nem kell elfutni a pálya közepén, elég, hogyha valahova ide egy 3 métert, jó? Magasan próbálsz megfordulni és passzolni a labdát, jó? Ha nagyon elcsúszik a dolog, tehát hogyha nagyon valahova kicsúszik a labda, kapd el nyugodtan, jó? Kapd el nyugodtan, és akkor utána feldobod és passzolod a labdát, jó? Próbáljuk meg a lehető legjobb technikai kivitelezéssel. Ez az. Na, menni fog ez. Jó, próbáljuk az oldalvonalat tartani, jó? Az fontos. Jó, kapjuk el, semmi gond. Nem könnyű egyébként, nem könnyű. Ez az. Próba gyorsabban for, ez az. Jó, tehát arra törekszünk, hogy minél előbb elfoglaljuk a lehető legjobb pozíciónkat a feladás előtt. Jó, menjen még 2 lányok, oké? És akkor utána kicsit lazábbra vesszük. Nagyon jó. Jó, már kicsit kicsúsztunk a pályáról, de nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon jó volt. Jó, még egyetlen egy feladat erre, ez kicsit lazább, meg egy kicsit talán vidámabb lesz a móka. Jó, Sanyi bácsi, kérlek szépen, ide középre. Jó, egy alapgyakorlat van, aminek egy transformációt is fogunk mutatni, jó? Detti, légy szíves, gyere középre, gyertek mindannyian ide középre, jó? Egymás után hajtjuk végre a gyakorlatot. Menjél csak a boxra. Az első labda az edzőtől, egykezes kosár érintés, jobb kézzel. Sanyi, légy szíves, a labdát próbáld ide dobni a 3-as vonalra, jó? Hogy? Ne pattanjon, ne. Jó? Befordulunk, jobb kézzel, egykezes kosár érintés a célra, jó? Visszajövünk a hálóhoz, elfoglaljuk a kiinduló helyzetünket, majd pedig transformáljuk a gyakorlatot, és 2 kézzel passzolunk 4-es helyre. Utána lejössz, Szonya fel, és így tovább, jó? Nézzük. 1 kéz, bravo. És utána a az is a hármas vonalra, Sanyi, mert úgy transformáljuk át a divatos szóval élve. Mehet. Ez az. Szép. Jó legyen, lányok, 4-4. Ez az, Detti, ez az. Laza ujjak legyenek az egykezes kosár érintésnél is. Természetesen minden gyakorlat ismételhető 2-es helyre, de az idő rövidsége miatt ezt most nem. De most rájuk, de úgy gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű. Ez az. Nem baj, nem az első érintés a lényeg, hanem a második. Ez az. Maga már, hogyha jobb kezünk jó irányba mutat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a testünk is jó irányba fog menni, illetve a labda sem lesz teljesen eltévedve. Muszáj néha egy picit színesíteni a dolgot. Gondolatunk itt arra, hogy például beletehetünk az edzésbe olyan elemet, hogy mi van, hogyha átmegy a labda, arra hogy reagál a játékos. Egy kézzel, milyen megoldást tudunk rá adni, hogy fordul a háttal fordul, vagy mellkassal fordul a hálóra. Tehát ezek azért olyan dolgok, amik mosolyt csalnak az arcra, egy picivel lazább a dolog, mégis hasznos munkát tudunk végezni. Jó, köszönöm. Ezzel ez a rész lezárult. Én az utolsó résszel folytatom tovább, mert nem leszek, ígérem, sokáig a periférikus látással fogunk foglalkozni, ami egy irányítónál szintén elengedhetetlen. Itt, ha csak a saját munkámat nézem, természetesen a centerek elemzése során vannak bizonyos berögzült mozdulatok, amiket tökéletesen ki lehet elemezni, és ennek alapján fel lehet építeni a feladónak a játékát az adott mérkőzésre. Rengeteg ilyen megoldás van a centerek részéről, ez lehet olvasás, ez azt jelenti, hogy
ott marad a center és várja, hogy mi történik, követi a feladót, vagy nem követi a feladót. Elmegy négyes helyre, mikor a feladónk első, vagy nem megy el négyes helyre, mikor a feladónk első. Ezek alapján építhetjük fel a feladó hívásokat, viszont elengedhetetlen a periférikus látás, illetve annak a fejlesztése. Nagyon-nagyon egyszerű dolgokkal lehet kezdeni, és nagyon-nagyon szépen lehet haladni, jó? Itt is egy kicsi felépítményt próbálok mutatni ebben kapcsolatban, jó? Sanyi bácsi, kérlek, menjél a háló túloldalára. Lányok, de hát ide, nagyon lelkes vagy, de gyere onnan le most, jó? Sanyi, légy szíves. Itt van két bója, egyszer a kezedben, majd állj oda a hálóhoz, kérlek. Jó, lányok, mint hogyha még nem is labdáztunk volna, ezen a síkon fogunk itt mozogni, jó? Egyszer. És kétszer. Jó, itt most vélelmezzük, hogy még azért ez belefér a perifériába. Jó, Szonya, légy szíves, elindítunk egy mozgást, oké? Okay? Gyere, gyere, csak picit kijön. Mi legyen mondjuk térdemelés jobb lábon, jó? Te arra nézel, nem nézel Sanyi bácsira egyáltalán. Jó, elindul, csak. Amikor érzékeled, hogy Sanyi bácsi mutat egy irányt, akkor te megváltoztatod az irányodat. Tehát ha előre haladtál és Sanyi bácsi mutat valamit, jó? Akkor fogod magad és elkezdesz hátra haladni, jó? Sanyi bácsi megint mutatom előre, jó? Aztán jön a következő, oké? Okay? Na nézzük. Te ne rám nézel, nem szép látvány, de úgy. Nem nézel Sanyi bácsira. Akkor menjél vissza, hogyha elértél oda, akkor menjél vissza. Persze, persze. Nagyon jó, ez az, ez az. Jó, következő. Mehet? Na, tök jó. Sanyi bácsi, a ritmust kapjuk el. Ujjjj! Ujjjj! Jó, Detti, légy szíves! Ez a szuper, de ne is Sanyi bácsi, ne csaljál! Ujjjj! Ez az! Jó, szuper! Szonya, első rész. Na most, nem csak az irányt változtatod meg, hanem a lábat is váltod. Tehát, ha jobb lábbal megy az egylábas térdemelés, Sanyi bácsi jelez, te a bal lábbal fogsz térdemelést végezni, és még az irány is megváltozik, jó? Nézzük. Aha, azaz. Úgy. Szuper, csere. Sanyi bácsi, akár egy bio jelzőlámpa. Detti, kérlek. Ez az. Jó, szuper. Szonya. Legyen sarokemelés, jó? Sarokemelés. Sarokemelés, amikor Sanyi bácsi jelez, te ráfordulsz a hálóra és blokkolsz egyet, jó? Aztán utána váltod a lábat és az irány. Tehát jobb lábbal sarokemelés, oké? Okay? Sanyi bácsi jelez, te blokkolsz és bal lábbal sarokemeléssel folytatod, mondjuk hátra, hogyha előre jöttél. Oké? Okay? Na nézzük. Blokk, igen, és megvált. Ez az. Úgy. Nagyon jó. Csere. Ne veszítsük el ritmust, ez a spanna. Jó, Detti. Nagyon jó, szuper. Sanyi bácsi, nagyon jó, add át légy szíves a stafétát Szonyának, nagyon jó. És gyere ide labdával, kérlek szépen. Jó, Szonya, bújjál át. Nagyon jó.
Az lesz a feladat, először nem mozgunk, jó? Ez most nem fog ide kelleni. Sanyi bácsi dobja a labdát, jó? Detti, légy szíves oda a boxra, én majd elkapom itt. Az ellentétes irányba kell passzolnod, mint amit Szonya mutat, jó? De nem szabad oda nézned, ez nagyon fontos, jó? Próbáld érzékelni. Szonya, figyelj, te meg legyen itt a két bója, és nyújts ki kérlek a kezed, jó? Nyújts ki, ne fölfelé, hanem nyújts ki jobbra vagy balra. Oké, nézzünk négy labdát. Szép. Sanyi. Ez az. Csere. Négy labdát. Mehet. Na-na. Tíz fekvő. Nem ám. Ez az. Szép oldetti. Gyerünk. Jó. Oké, Szonya. Mehet. Ez az. Jó lesz, első. Játékos. Szonya, te mutattad először? Fantasztikus, gyere Panna, ötösbe. Jó, csak ötös helyről fogunk futni idézőjelbe. Jó. Bejössz kezdő pozícióba, Szonya mutat valamit, te pedig az ellentétes irányba passzolsz, jó? Gyerünk, nézzük négy labdát. Szép, gyere vissza ötös helyre. Úgy. Ez az. Szép. Még egyet? Cseréljük. Mehet? Ez az. Nem baj, ha később mutatod, nem baj, ha ösztönzöd egy kicsit. Ez az. Stabil legyen a pozíció, amit felveszel, és utána az érintés. Az alapból meghatározza a végeredmény. Jó, csere. Mehet. És itt még tudjuk olyannal színezni a dolgot egyébként, ez nagyon fontos. Én nagyon szeretem, hogy megbeszéljük a játékosokkal, hogy mi miközben érint, én mondok egy számot. 10. Neki azt hozzá kell adni a 100-hoz. Mondja, hogy 110, passz. 115. Azt kell tudni, hogy az összeadásnál nagyobb megterhelést jelent az agynak a kivonás. Tehát ha már annyira nagy spillerek vagyunk, akkor vonjuk ki a 100-ból a 35-öt, miközben feladunk. Miközben nézzük a periférián, mi történik. Akkor azt mondom, hogy az nem rossz. De ezek mind persze teoretikus dolgok, amikkel nagyon sokat lehet foglalkozni, és nyilván itt fejleszteni lehet az agyi területeket, ami szintén nagyon fontos. Végeztünk ezzel? Szuper. Hát akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt, lányok, és én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ügyesek voltatok, köszönöm szépen!